Kedves nézőink, mindig kiváló és remek alkalom a Hajdunánási Televízió képernyője arra, hogy a jó hírekről is beszámoljunk, és a sport területén is, hála jó Istennek, rengeteg jó hírről tudunk beszámolni. Így lesz ez a mai este folyamán is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a vendégeinket, dr. Kis Józsefet, a Hódos Imre Sportegyesület elnökét és a birkózó szakosztály vezetőjét, illetve Cserepes Ádámot és Pongor Tamást, mindketten, mint birkózók vagytok most itt jelen nálunk. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok és elfogadtátok a mi meghívásunkat. Doktor úr, talán kezdjük a beszélgetést veled. Éppen ugye említettem a kedves nézőknek, hogy remek sporteredményekről számolhatunk be. Hogyha valaki figyelemmel kíséri rendszeresen a Hajdunánási Televíziónak az adásait, az most így keresheti az emlékében a legutóbbi beszélgetésünket, hiszen akkor Ádám is itt volt már, és akkor is kiváló eredményekről beszéltünk. Mi történt az azóta eltelt időszak alatt a házatok táján? Köszönöm szépen az érdeklődő kérdést. Tavaly ősszel, novemberben volt szerencsénként leülni Ádám és egy másik ifjú magyar bajnok társaságában, és Ádám ugye akkor nagyon szép eredményére hivatkozva tett egy elhatározást, hogy a évfordulót követően tavasszal neki gyűrközik egy nagy rangos nemzetközi viadalnak, és erről fog majd szót ejteni. És hát a jó Isten megadta nekünk, hogy egy újabb magyar bajnokot avathattunk idén tavasszal Pongor Tamás személyében, és hát szerénytelenség nélkül szeretném megemlíteni, hogy a veterán magyar bajnokságon nekem is sikerült magyar bajnoki címet szereznem. Azt gondoltam, hogy ezek a hírek talán méltóak arra, hogy Hajdunánásváros közönsége is megismerhesse magát az eredményét, illetve át azt, hogy léteznek Hajdunánáson a birkózók 15 éve, és hát 15 éve szorgalmas munkát végzünk mindannyian, és igyekszünk a versenyekre tisztességgel fölkészülni. A verseny az mindig verseny, tehát szerencse is kell hozzá, de néha azért mellénk áll, hála jó Istennek, röviden így tudnám a bevezetőt. Ádám, éppen már említettem is, hogy te voltál nálunk, és még viccelődtünk is itt a beszélgetés kezdet előtt, hogy hát te már rutinos televíziós közszereplőként gyorsan megoldod ezt a mai stúdió beszélgetést, de a viccet félretéve tényleg nekem is az emlékeimben ott van, hogy akkor említetted, hogy Hollandiában lenne egy meghívásos verseny, amire nagyon szeretnél eljutni. Akkor ott ugye beszéltük is az edzőiddel, hogy természetesen meglátjuk, hogy ennek a feltételeit meg lehet-e teremteni. Nos, sikerült. Mesélj nekünk erről. Pontosan hol volt, hogy volt, meg hát hogy talán kezdjük ott még egyszer, mert akkor elmondtad, hogy hogy is keveredhettél te oda arra a versenyre. Hát az egész úgy kezdődött, hogy egy magyar klub nyíregyházi edző mondta ezt a versenyt, és hogy visz három gyereket, és mondták, hogy mehetek velük. Ő látott egy versenyen téged is, azért döntött úgy, igen, hogy... meg voltak centrumedzések, és sokat jártak át hozzánk, és egy idővel után kaptam egy versenykírást, és utána megbeszéltük, utána leegyeztettük, hogy hogy megyünk, utána végül is kiderült, hogy én is megyek, és tavaly, és nem még ebben az évben, ma itt Pesten szálltunk fel, és Utrechtbe szálltunk le, és utána autóval mentünk Weissbe, ott bemérlegeltünk a versenyre, és utána másnap került sorra a verseny, ott első nap még a selejtező volt, két mérkőzésen volt, egy vesztes és egy nyertes, és másnap újra fel kellett készülni egy másik menetre. Az elsőt megnyertem, a másodikat a döntőben meg kikaptam, és így lettem negyedik. A versenynek a lezajlása nagyon jó volt, ez volt az első legnagyobb nemzetközi versenyem. Nagyon tetszett, ezt a verseny 4 évente rendezik, és nagyon fantasztikus volt, az összesen 25 országból jöttek, Amerikából és Oroszországból, és nagyon jó verseny volt. Hát ugye szokták mondani, hogy a birkózás a föld minden egyes pontján, a szabályok ugyanazok, és ugyanazokat a dolgokat kell csinálni, viszont hát nyilván azért mindig másabb lehet az, ha más nemzeteknek a képviselőivel, mondjuk a földgolyóbb is másik oldaláról találkozó valakivel. Érezted azt az ellenfeleid által, meg az ott látottak alapján, hogy azért ez egy kicsit másabb, mint hogyha itthon, mondjuk Hajdunánáson, vagy itt az országban egymással birkóztok? Hát amikor megtudtam, hogy a harmadik helyet birkozok egy albán gyerekkel,
akkor úgy az elején megrettegtem, hogy csak nem magyar, de végül is a Szőnyegen ugyanúgy birkoztunk együtt, mint egy... A Szőnyegen már ugyanúgy birkozik mindenki, mert birkozó is. Negyedik lettél, ahogyan te is említetted, ez egy ilyen világversenyen szerintem egy óriási eredmény. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Nyilván kis nüanszokon múlott, hogy még fényesebb is lehetett volna. De ti hogy jöttetek onnan haza? A téged körül vevők is, te magad is hogyan értékelted ezt a negyedik helyet? Hát nagyon büszke voltam magamra. És hát sok készülődés volt benne. Az elején a fogyás, aztán... A edzések, aztán a technikákat gyakorolni, hát, de megérte. Tehát akkor mindenki úgy értékelt, hogy jó volt ez a negyedik? Igen, igen. És meg szeretném köszönni a támogatóimnak, Nánáson, mert nagyon sokban hozzájárultak ehhez a versenyhez. Hát igen, nem egyszerű azért Hollandiába kijutni. Doktor úr, te mit szólsz ehhez az eredményhez, mert azért eljött az a pillanat is, amikor a ti sportegyesületeteknek egy versenyzője kiléphetett a nemzetközi porondra is. Én nagyon nagy örömmel vettem az elhatározást, amit Ádám a fejébe vett még a tavalyi esztendőben. Egy kicsikét féltem tőle, hogy nagy falat lesz ez nekünk, de aztán, hogy kikristályosodott ő benne az elszántság és az elhatározás, azt gondoltam, és a társaimmal azt gondoltuk közösen, hogy itt nekünk nincs más hátra, mint sem, hogy előre, és akkor mindenben adunk a fölkészülés. Ádám nem körvonalozta, de azért természetesen nem annyiból állt, hogy felszálltunk a Tiszalöki gyorsra, és beutaztunk Debrecenbe, aztán majd fel a repülőt, tehát nem ezzel kezdődött, hanem azzal kezdődött, hogy természetesen megpróbáltuk először a súlycsoportot kiválasztani, abba betagozódni, aztán természetesen nagyon kemény munkával fölkészülni, váltott edzőkhöz járunk, váltott edzésekre járunk, válogatott ellenfeleket próbáltunk összeállítani az Ádám fölkészüléséhez, és azt gondolom, hogy ezeknek lehetett meg az eredménye, ami ezen a nemzetközi versenyen eredményhez juttatott bennünket. Természetesen, hogy a sorsolások kapcsán különböző szerencsés előnyök vagy szerencsétlen hátrányok érhetik az ember. Ugye Ádám ezzel a küzdelem mérleggel a dobogó negyedik helyére állhatott, hogyha azt az utolsó mérkőzést megnyerte, akkor harmadik, ha az elsőt megnyerte volna, akkor a döntőbe juthatott volna. Tehát ezek így osztódnak, de én azt gondolom, hogy nincs okunk arra, hogy panaszt érezzünk, sőt azt mondhatom, hogy örömmel és büszkeséggel tölt el az ő eredménye. El kell mondanom, hogy Ádám egy nagyon szorgalmas csapat, és példamutató a munkája, eredményessége, tehetsége a többi versenyzőnk számára, úgyhogy igyekszünk őt a lehető legjobban óvni, védeni a társadalom rossz hatásaitól, hogy megmaradhasson nekünk minél tovább. Igen? Hát így is legyen, de gondolom azért számotokra szakmailag is egy jó visszaigazolás, egy ilyen eredmény, hiszen ez azt mutatja, hogy jó úton jártok és jó munkát végeztek ti magatok is. Még egy gondolatot majd fogok tenni, de talán később, jó? Rendben. Tomi, kicsit csendben megbújtál a szélem, de beszélgessünk azért rólad is. Te pedig magyar bajnok lettél most május 1-én. Hát azért ez egy remek eredmény. Látom ott a nyakadba az érmet, meg a kis kupádat, úgyhogy gratulálunk hozzá. Magyarország bajnoka lettél. Milyen volt ez? Mesélj nekünk erről. Hát nagyon nagy érzés volt elsőnek, amikor láttam, hogy kivel birkóztam, egy kicsit megdermedtem, hogy ez magasabb nálam, jaj, most mi lesz, de apukám mondta, hogy Tomikám, nem kell félnie, ez is csak egy ellenfél, ha kikapsz, kikapsz, ha nem, meg nem. Na, és akkor azután, hogy Szőnyegre léptünk, eltűnt ez a félelem érzetem, és akkor elkezdtem birkózni, és lényeg, ami lényeg, hogy megnyertem, és azután ez már jött velem a bíró, mert olyan boldog voltam. Hát igen, mert a végén oda kell még menni a bíróhoz is, de gondolom te már akkor egy örömtáncot ott jártál a Szőnyegen? Igen, eljártam. Ez volt a döntő. De hogyan jutottál el a döntőig? Arra vissza tudsz emlékezni? Mesélj nekünk, milyen volt ez a verseny? Hát elsőnek azt hittem, hogy mi megint a vége fele következünk, de hogy lementek tőlem a kisebb súlyúak, és utána szólítottak engem, és nyernem kellett két meccset, és utána jött nekem a döntő. És a két ellenfél a döntő előtt milyen volt? Azok sima meccsek voltak? Hát az első volt a legkeményebb, az első.
Már csak azért is kérdeztem, mert ha jól emlékszem, akkor ugye ez egy olyan súlycsoport volt, ahol nem súlyra, hanem korosztályra te voltál az egyik legfiatalabb? Tehát tőled csak idősebb ellenfelek voltak. Igen, hát voltál. A én korosztályomban, meg az én súlycsoportomban én vagyok a legfiatalabb. Hol voltatok? Hol volt ez a verseny? Csömörön volt ez a verseny, és mennyien vettetek részt, vagy hogyan kell ezt a versenyt elképzelni? Ez egy ilyen nagy, hatalmas verseny volt? Nagyon sok ember, nagyon sok verseny igen, volt? Nagyon. Mesélj nekünk erről. Milyen volt? Hát úgy, ahogy a Ádám barátom mondta az előbb, hogy ennek is jó volt a lezajlása, nagyon jó volt. Sok érdekes meccs volt, amiből lehetett tanulni, nagyon sokat. És mesélj nekünk arról, milyen volt, amikor felálltál a dobogóra, és mint magyar bajnok megkaptad ezt az érmet. Hát akkor legszívesebben azt csináltam volna, mindenkit lelökök a dobogóról, és akkor felállok úgy, mint én a király. Hát győztesként ez jogos ez a dolog. Na és hogyan képzeled el a folytatást, Tomi? Tehát szerinted most milyen versenyek jöhetnek, vagy mi lehet? Mert amikor valaki magyar bajnok lesz, gondolom, azt mindenki meg akarja szorítani a szőnyegen, meg akarja verni. Tehát rád most már figyelni fognak. Hát igen, hát nem az, hogy figyelni fognak, már nagyon figyelnek, és most szeptember végén is lesz egy ilyen nagyobb bacska versenyem, és ott is részt akarok venni, és remélhetőleg a dobogó felső fokára állok. Doktor úr, említetted, hogy még lenne egy hozzáfűzni valót. Hát én azt gondolom, hogy ugye én kiváló eredmények után, ahogy az előbb is mondtam, ennél jobb visszaigazolás a ti munkátoknak nem kell. Megtisztel ez az utolsó mondatot, de én nem ezt akarnám kihangsúlyozni, hanem az a gondolat, ami bennem motoszkált, az, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van Hajdonállásra. Ne felejtsük el, hogy Hódos Imre szülővárosában vagyunk, aki birkózásban olimpiai bajnok volt 1952-ben, és ahogy én így követgetem lassan már második évtizede a város felnövekvő nemzedékét, sok gyerek megfordult a kezem között, és számtalan tehetségesebb, ügyesebb és ügyesebb gyereket találtam, és a két előttünk levő versenyző is elmondhatom azt, hogy vérében hordozza a tehetséget, és nekünk, mint edzőknek csak az a, hogy is mondjam, lehetőség kínálkozik, hogy ezt a tehetséget egy kicsikét formálgassuk, simogassuk, és olyan irányba tereljük, ahol nem vesződik el az ő tehetségük. Mindkét versenyzőnk már legalább 6 éve birkózik, ugye Tomikának a kifejezés módjából látszik az, hogy ő meglehetősen fiatal, a szerénységén egy kicsikét formálnunk kell, de természetesen ezen teren is jó úton halad. Évek óta figyelnek már Tamásra, mert úgymond híre van a kelet-magyarországi birkózó közösségben, és nagyon sokan úgy kelnek fel reggel versenyek előtt, hogy na, akkor a Tamást most megszorítjuk. Hát van, amikor sikerül, de az esetek jó részében nem sikerül. Tehát a sport nem mindig tudunk a csúcson lenni tulajdonképpen, és ez Tamásra is vonatkozik. Tudni kell időzíteni, nekünk most szerencsénk volt azzal, hogy ő május 1-én magyar bajnoki címet tudott szerezni. Összességében a versenyeken jól szerepel. Most szombaton is voltunk egy versenyen, ahol Tamásnak ismét sikerült aranyérmet nyerni. De azért nem kell azt mondanom, hogy rögösek ezek az utak, tehát a fölkészülésnél is meg kell dolgoznunk, meg hát a versenyen is meg kell szenvednünk. Tehát óriási munka van mögötte. Tehát azt akartam kihangsúlyozni, hogy nagyon tehetségesek a nánási gyerekek, és én örülök neki, hogy ha dolgozhatok velük, és szeretném, ha még több tehetséget felszínre tudnánk hozni, örülnék neki, hogyha minél többen látogatnának hozzánk. Persze hozzátartozik az is, hogy ez egy nagyon kemény sport. Tehát itt oda kell adni apait, anyait, hogy talpon tudjunk maradni, és nem mindenkinek adatik meg az a szerencse, hogy éveken keresztül szőnyegen tud maradni, mert a kemény munkát bírni kell. Hát igen, ezt a kemény munkát megerősítette a fiúk mondandója is. De Tomi, én most itt számolgattam, te még most is nagyon-nagyon fiatal vagy, de hát azt beszéltük itt, hogy 6 éve már legalább birkózó. Hány évesen kezdette ezt? 4. 4 évesen már ott voltál a birkózó edzéseken. És hogy lehet ezt összehozni? Mert akkor még 4 évesen oviba jártál, gondolom, tehát amellett azért egyszerűbb volt a történet, de hát most már mind a ketten iskolába jártok. Hogy lehet ezt az iskola mellett csinálni? Mert ahogy itt beszéltük is, ugye el kell járni edzésre, pontosan, precízen, nagyon sok munkát bele kell tenni. Hogy lehet összehozni iskolát és az edzéseket?
Hát, hogy is mondjam, hogy nekünk most egy fél órával hosszabb az iskola. Négy óra. És a 6 óráktól kezdődik az edzés. Kedden, csütörtökön. És akkor abban a 2 óra hosszában, mielőtt nem kezdődik az edzés, abban nagyon ki kell pihenni magunkat. És hát valamikor tanulni is kell, meg készülni a következő napra. Azt ilyenkor hogy tudod megoldani, mikor edzés is van, meg a suliból is viszonylag későn tudsz eljönni? Azt úgy tudom megoldani, hogy amikor hazaérek, egyből a könyvet bújom. És akkor nincs gond a tanulmány eredménye esett? Tehát apáik nem szoktak otthon morogni, hogy rosszabb az eredményed a... Nem. Az iskolában. Általában a első, második, harmadik, negyedik, ötödiket így tartom a jegyeimet. Ádám, neked is ugyanez a feladat, tehát az iskola mellett kell birkoznod. És ugye azt itt beszéltük is az előbb, hogy nagyon elhivatottan, precízen, pontosan, maximálisan próbálsz dolgozni. Hogy tudod összefésülni a sulit is, az edzéseket is, meg hát még Hollandiát is megjárni, tehát nem egy egyszerű történet ez. Hát igen. Hát az első hétben nagyon fárasztó volt, mert elkezdtem 3 edzésben a kondi edzést, mellette még 2 edzésben a birkózást. Az első hét fárasztó volt, mert még az iskolát is elkezdeni újra. Most vagyok 8-os, és de most már én most így elkezdtem a másodikat, így már egyre könnyebb, és így egyre elviselhetőbb az iskola mellett a birkózás. Tomi mesélte, hogy neki szeptemberben lesz egy verseny, amire nagyon készül, mert ott is mindenkit meg akar fogni majd a szőnyegen. Neked hogyan tovább? Mik lesznek a következő megmérettetéseid? Nekem is lesznek most versenyek. Ha jól tudom, októberben lesz rangsorolverseny, amiben rangsorolni lehet a szabadfogású magyar bajnokságra. Ezen, hogyha jó eredményt tudok, attól függ, hogy hányan leszünk a súlycsoportban. Ettől, hogyha egy jó eredményt érek el, például dobogó 3. fokára akár, és 2 ilyen versenyre el tudok menni, akkor rangsort nyerek a magyar bajnokságra. És remélem azon is újra el tudok indulni elég jó eredménnyel. Hát itt már a fiúk elmondták az ő terveiket, ez nyilván be van illesztve a ti munkátokba és az egyesületnél, de nálatok most hogyan tovább, hiszen vége a nyárnak, gyakorlatilag gőzerővel mindenhol beindul minden. Nektek erre az esztendőre mik a tervek, az elképzelések még? Több lépcsős terveink vannak, ugye, mint Ádám említette, 8-as, tehát sajnos el fog bennünket hagyni jövő ilyenkor, de ez sem csak veszteség számunkra, mert Ádám tervei között az szerepel, hogy olyan középiskolai oktatásba szeretne belekezdeni, ahol a birkózás nagyon nagy hangsúlyt fog jelenteni az ő életébe. És mint ahogy említettem, a tehetségét hiba lenne elpazarolnunk. Tehát azon dolgozunk menet közben, hogy a középiskolai tanulmányait is hiba nélkül tudja abszolválni, illetve azt a tehetséget, ami benne van, tovább tudjuk vinni. Nem én mondom, illetve most át az én számon keresztül, de birkózó szakemberek, kollégák mondták, hogy érdemes rá odafigyelni, és érdemes menedzselni az ő birkózó életét, mert egyenes útja van arra, hogy a magyar válogatott kereteibe betagozódjon. Nyilván ez csak a budapesti klubokba való edzésmunkával tudja megteremteni, a mindennapos edzésekkel, sőt naponta esetlegesen több edzéssel, nagyobb szakmai kvalitásoknak a figyelmével, és több-több versenyszerepléssel, nemzetközi ponton, és a többi. Tehát mivel ő el fog bennünket hagyni egészen biztosan, tehát nekünk az utánpótlásra kell hangsúlyt fektetni, igyekszünk ezen a területen minél több követ megmozgatni, és minél több gyerekhez, szülőhöz eljuttatni a híreinket és eredményeinket, illetve szeretném a szülőknek azt a tévhitét feloszlatni, hogy ez egy durva, agresszív dolog, mert maximálisan nem erről van szó. Hihetetlen nagy sportszerűség, az a keménység, az az erősség, az arra vonatkozik, hogy ezt lelkileg és fizikailag is bírni kell, de erre szépen szisztematikusan a 4 éves óvodástól kezdve megvannak a módszereink, hogy föl tudjuk készíteni a gyereket.
Én csak biztatni szeretnék minden kedves nánási szülőt, hogy legalább egyszer érdemes megpróbálni egy-egy fiú gyereket elhozni birkózóedzésre, mert soha nem tudjuk, hogy melyik gyerekből lesz bajnok, hiszen a két előttünk ülő bajnok is úgy jött oda, mint egy esetlen kis szárnyatörött galamb, és hát évek munkája alatt így megformálódott. Másik nagyon fontos dolog számunkra az, hogy azokat a versenyeket, amelyek mérvadóak és fontosak, idén meg lesznek rendezve magyar bajnokságok, diákolimpiák, esetleg nemzetközi viadalok, azokra tudjunk formaidőzítést hozni és alaposan fölkészülni. Menet közben ugye sok-sok edzést elvégezni, ezeket a fölkészítő versenyeket, mint ami most hétvégén is volt, abszolválni. Úgyhogy ez a versenyre való fölkészülés eredmény, illetve feladatait hordozza magába. Következő lépcső az lenne az, hogy a sportdiplomáciában is viszonylag jó eredményeink vannak megyei szinten, sőt, nem hogy megyei szinten, tehát országos szinten már jól ismerik Hajdon Ánásnak a nevét, részben az eredmények, részben pedig lenne a szakmában végzett munkánk alapján. Most napokban tárgyaltam le egy rendezvényt, amelynek jövő év májusában Hajdon Ánást fog otthont adni. Ez a rendezvény pedig lenne a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a Sportakadémiai Bizottságának tagozata fog ide kiszállni Hajdon Ánásra, és nekik az a feladatuk, hogy a Hajdon volt olimpiai bajnokoknak a emlékeit ápolják, őrizzék, és öregbítve a nagy közönség számára ismertté tegyék, és a 65. ülését itt tervezik Hajdon Ánáson megtartani. Ezen kívül ugye részt veszünk nem csak a Hajdú-Bihar megyei birkózó szövetség munkájában, hanem az országos szövetség munkájában tagokkal bírunk, delegáltakkal bírunk, és részese vagyunk itt a térségi birkózó centrum edzés munkájának, illetve munkájának. Nagyon nagy látogatottság jellemzi az utóbbi időben a Hódos Imre emlékversenyeket. Nemzetközi versenyként széles a látogatottsága, és visszajelzések alapján mindezen tevékenységünk figyelembe véve, tegnap előtt beszéltem a megyei alelnökkel, aki azt mondta, hogy nagyon nagy örömmel veszi az itteni történéseket, és igyekeznek minden nemű támogatást megadni, amit csak egy működő vidéki egyesületnek meg lehet adni. Ne tűnjék szerénytelenségnek, amit mondok, de Hajdú-Bihar megyében lévő birkózó egyesületek közül mi voltunk az egyik, akinek magyar bajnoki eredményt sikerült elérni, pedig tradicionális, azt jelenti, hogy 30-40 éve működő egyesületek, szakosztályok vannak a megyében, és nekünk sikerült ide eljutni. Mi tudtunk kiállítani veterán versenyzőt a magyar bajnokságra. Nálunk Hajdon Ánáson jön el a legtöbb versenyző egy-egy verseny alkalmával. Úgyhogy ezek, azt mondhatom, hogy a munkánk és elhivatottságunknak a tükreként mindenképpen eredménynek számítanak. Természetesen nem magamat, nem magunkat kívánom itt hangsúlyozni, hanem a Teremtőnek azt a jó szándékát, hogy ránk bízta ezt a feladatot, és minden segítséget megad annak érdekében, hogy tudjunk úgymond teljesíteni. Tomi, hát ahogy te mondtad és mesélted nekem a versenyt, meg az egész birkózást, én látom, hogy te ezt nagyon-nagyon szereted. Az iskolában nem szoktad a barátokat, a haverokat noszoktatni, hogy menjenek el veled edzésre? Hát szoktam, meg? Csak mindig azt mondják, hogy jövök, de várom őket edzésen, azért szoktam néha kilógni szőnyegpakolásra, hogy megnézem, hogy jönnek-e, de nem, megkérdezem őket, hát most ez volt, most az volt. Senkit nem tudtál még így elcsalni? Senkit nem sikerült még így elcsalnod esetleg egy? Hát pár osztálytársamot. De úgy igazán senki nem maradt még ott. Úgy igazán. Mutattad már nekik az érmet meg a kupát, hogy gyerekek ilyet is lehet szerezni, hogyha ott vagytok? Hát én mutattam már, de...
És az iskolában egyébként ott is tudják, hogy milyen eredményt értél el? Tehát kaptál valami dicséretet érte a suliban? Igen. Szoktam kapni könyveket, meg ilyenek. Ádám, beszéltük itt az előbb, hogy ugye te majd úgy mész tovább tanulni, hogy azért a sportot tud magaddal továbbvinni, sőt ez legyen előtérbe. Hol van egyébként ilyen lehetőség vagy iskola arra, hogy... Hát Budapesten van egy birkózóiskola, kifejezetten csak birkózásra adatik meg ez az iskola, de végül is nem oda megyek, hanem az egyik szakosztálynak a vezetője, az elnöke eligazított, hogy van egy iskola, amivel van egy kollégium, és szerződése van azzal az iskolával, és azt mondta, hogy mehetnék oda hozzájuk, de még erre fel kell készülni, mert elég nagy színvonalas egy szakosztály, és, de nagyon szeretnék oda menni, mert jó eredményei vannak, és színvonalas egy szakosztály. Hát reméljük, hogy sikerül elérni mindezt, de hát ugye, hogy ne menjünk el szó nélkül a te eredményed mellett sem, ez is azt mutatja, hogy a gyerekek ki a jövő, de hát a jelenben is lehet birkozni, és akár felnőttebb fejjel is el lehet kezdeni, ahogy már említetted is, ugye a veterán magyar bajnokságon indultál, és mindkét fogásnembe, és sikerült a magyar bajnoki címet elhódítani. Ez hogy volt, mint volt, hol versenyeztetek, milyen volt ez a verseny? Köszönöm a kérdést, hát nagyon szép élmények kapcsolódnak ehhez a versenyhez, ugye, tehát minden azzal indul, azzal az elhatározással, hogy most az ember eldönti, és hogyha eldöntett, akkor pedig igazodik a döntéshez. Korábban voltak ilyen egészségügyi problémáim, és nem voltam abban a fizikai állapotban, hogy erre merjek vállalkozni, de már évek óta készülök arra, hogy megmérettessem magam. Most februárban sikerült elhatároznom magam, hogy talán adottak a lehetőségek, hogy fölkészüljek. És hát kitűnő tanítványaim segítenek abban, hogy egy-egy ilyen versenyre fölkészüljek. Nagyon fontos az ebben a korban, hogy a testet annyira át kell formálni, hogy ezeket a hatalmas erőbehatásokat, eséseket túlélni lehessen, illetve hát a sérüléseket minimalizálni. És tehát ez a legfontosabb. A másik meg az, hogy annyira lelassul már az ember ilyen idősen, hogy azt a gyorsaságot visszaszerez, azt a robbanékonyságot, ami szükséges arra, hogy az ellenfelemet be tudjam csapni. Erre kellett nagyon nagy fókuszt tenni. Két hónapot tudtam most erre a magyar bajnokságra készülni. Erős súlykorrekciót eszközöltem, egy 6 kilóval lejjebb vittem a súlyomat azért, hogy az optimális erő ki tudjon domborodni, mert érdekes dolog, hogy a súly az ment lefelé, és azt gondolná az ember, az átlagember, hogy csökken a fizikai erő, de ellenkezőleg a fizikai erőm az inkább növekedett. Úgyhogy szükség volt arra, hogy a felesleget lefaragni vagy átalakítani ahhoz, hogy az optimális erőálló képesség kialakuljon, és a felkészülés kisebb sérülések mellett úgymond sikerült, és hát Miskolcon évek óta otthont kapott ez a veterán magyar bajnokság. Egyben belépője is a veterán világbajnokságnak, hiszen azok a versenyzők kapnak indulási jogot a veterán világbajnokságra, akik dobogós helyezést tudnak elérni. Meglepő volt számomra, hogy meglehetősen sok versenyző, sok aktív versenyzője volt ennek a magyar bajnokságnak. Azt mondhatjuk ugye azok a veteránok, akik ott vagyunk, hogy ha egyszer megéreztük a birkózószőnyegnek az illatát, akkor nem tudjuk elhagyni. Ez egy ilyen költői kifejezés értelemszerűen, de olyan sok szépséggel tölt el bennünket maga a sportág, az edzés, az edzésmunka, a küzdelem, hogy ezek a jó érzések jelentik azt, hogy az ember újabb és újabb megmérettetéseket kíván maga elé kitűzni. És amit szeretnék nagyon-nagyon vastagon aláhúzni, hogy az egészség karbantartása szempontjából több, mint kiváló.
ez a lehetőség. Nem akarok ennek a részleteibe bocsátkozni, mert ez nem az a hely, ahol ezt szabadna kifejteni, kibontani, de úgy érzem egy-egy ilyen fölkészülést követően, hogy a fizikai teljesítményem, a szellemi teljesítményem megnövekszik, teherbírásom megnövekszik, az alvás igényem lecsökken, betegségek még csak véletlenül sem mernek közel jönni hozzám, nem hogy megbetegedjek, tehát érdemes ezt csinálni, és érdemes ráhaldozni. És bízunk benne, hogy nagyon sokan így gondolják, ahogyan te is mondtad, és nagy jövő áll a hajdunállási birkózás előtt. Én gratulálok az eredményeitekhez. Előre tovább csak így, ahogy elkezdtétek. Minden álmotok valósuljon, meg nagyon sokszor várunk még benneteket ide-vissza, hogy tudjunk beszélgetni. Meg ma is mentek a suliba, úgyhogy jó tanulást nektek. Bírjátok ki a mai napot is. Doktor úr, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Elhoztad a gyerekeket, és hát eredményes munkát kívánunk a folytatáshoz is. Tisztelettel köszönjük mindent. A Kéki Lajos Városi Művelődési Központ szeretettel vár minden kedves érdeklődőt szeptember 13-án szombaton a Ligetbe a Szüreti Sokadalomra. A szüreti menet 13 óra 30-kor indul útjára a város nagykörútján. A délután folyamán Babolcsi Nóri énekes, valamint a debreceni Hajdú Néptánc Együttes műsora, a hagyományos sergetőverseny várja az érdeklődőket, míg a legkisebbeket interaktív gyerekműsor, kézműves játszóház és lufi hajtogatás. A Ligetbe kilátogatók megkóstolhatják a frissen préselt mustot. A Művelődési Központ színház termében a hajnalig tartó szüreti bálon szórakozhatnak a résztvevők. Bocskai Korona. Hajdúnánás önálló utalványa és fizetőeszköze. A város és a közösség fejlődéséért. A felhasználóknak kézzelfogható kedvezmény nyújt az elfogadó helyeken. Az elfogadó helyeknek biztos kereseti oldalt jelent. Helyben tartja a tőkét, így erősíti Hajdúnánás gazdaságát. Bocskai Korona. Városunk értéke, közösségünk ereje. www.bocskaikorona.hu. Történt egyszer, nem is olyan régen. A szép hajdúság északi csücskében élt egy város szorgos népe. Az emberek eleinte észre sem vették a változást, csak rohantak napi teendőik után. Nem kell hozzá a bölcsek köve, csak a józan paraszti ész. Nánási portéka a nánási termelők piacán. Hajdonánáson a művészeti nevelésnek több területe is van. A iskolai szinten is, tehát szervezeten, iskolai keretek közt is folyik a művészeti nevelés, különféle formában, képzőművészeti, zenei, néptánc és hasonló területeken, de a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban is több kis csoport foglalkozik különféle fajta művészeti tevékenységgel.
És ezek közül az egyik, azt gondolom, hogy a több mint 10 éves múltra visszatekintő Nanál Színház az egyik, ami már nagyon-nagyon sok sikert tudhat maga mögött. És szeretettel köszöntöm stúdiumban Marti Ildikót, a színház rendezőjét, íróját, mindenesét. És hát most elsősorban a színháznak az elmúlt egy-két néhány hónapos, féléves, egyéves tevékenységéről ejtünk néhány szót, illetve egy most készülő darabodról, hiszen azt is mindannyian tudjuk, hogy a színház eddig kizárólagosan csak Marti Ildikó darabokat adott elő, ha jól tudom. És úgy tűnik, hogy ezután is, de ez már egy másfajta darab lesz az eddigiekkel szemben, de hát ez majd később ki fog derülni. Ildikó, kezdjük a színházzal. Ugye most, ha jól emlékszem, 2000-ben alakult, sok minden történt azóta. Ebben az évben mik voltak azok a fontosabb állomások? Mert azért azt gondolom, hogy volt, hiszen pályázati tevékenység is folyt a színház berkein belül. Fellépéseitek is voltak, nem is akármilyen sikereket értetek el. Beszélgessünk egy kicsit erről. Igen, ez az év egy érdekes év volt mindannyiunk számára, mert úgy nézett ki, hogy ugye a Legenda az ez hozzánk képest egy mega produkció, amit nagyon nehéz életben tartani, és azzal a bravúrral dicsekedhetünk mindannyian, hogy az Ér Semjéni, meg az Ér Mihály Falvai csoportnak köszönhetően sikerült újra életre kelteni a Legendát, és sőt, sikerült olyan helyre eljutni vele időben és térben, ami mindannyiunk számára tényleg ünnep volt, mert elmentünk Sárospatakra, a vár alatt, az ősi vár alatt játszhattuk a Legendát, és az időjárás is megtisztelt azzal bennünket, hogy pont az alatt, a két óra hossza alatt, ameddig a darabot játszottuk. Tudjuk, hogy augusztus 20-án nagy viharak voltak, de ott szépen sütött a nap. És augusztus 20-án játszhattunk egy olyan darabot, ami a közös létezésünknek a mítoszaiból merített. Ez nagyon érdekes volt, és nagyon ünnep volt nekünk. A Ér Semjénben mutattuk be szintén a Legendát, és hát nagyon-nagyon meleg fogadtatásba, állva, tapsolásba volt részünk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó volt utána is, előtte is, közben is a társulatnak a hangulata. Szeretjük, hogyha értelmét látjuk annak, amit csinálunk, és ez ott volt. Ildikó, tehát ugye a Legenda, ez gyakorlatilag ugye ez az őstörténetünkhöz kapcsolódik. Igen. Tehát mindenféleképpen hangsúlyos alakja Babba Mária. Tehát ugye ez Székelyföldről származik, tehát igaz ugyan, hogy Érsemjén, tehát ez itt valahol a Párciumban van, de mégis valahol azért kötődik. Éreztétek ti ennek a hatását? Nagyon érdekes azt látni, hogy amikor ott van a lelki akarás, az a lélek, ami az Érsemjén és az Ér Mihály Falvai csapatot jellemzi, az valami gyönyörű. És pont abban a darabban, ami a közös mitológiánkban van benne, tehát ennek van egy ilyen kis bukéja is, hogy velük együtt csinálunk valami olyasmit, ami mind a kettőnké, és ezt ők nagyon érzik. Nagyon érzik, és pont azokat a hangsúlyokat érzik a darabba. Át is dramatizálták egyébként, nem, át is koreografálták egy-két dolgot, ami még lehetett javítani, bár tényleg fantasztikus volt a Nyírségnek a koreográfiája. Nagyon jó volt az, amit ők csináltak le a kalappal előttük. Nagyon fegyelmezett, nagyon szép produkció volt. Amit kaptunk az Érseményiektől, meg az Ér Mihály Falvaiaktól, az egy valami plusz lélek, ami döbbenetes élmény volt számomra, meg mint szerintem mindenki számára. És ezzel visszük most, és reméljük, hogy fogjuk tudni még vinni az országba ezt a darabot. De ha jól tudom, hogy nyáron jártatok a Balaton mellett, és ez igen, egy igen, különleges igen, esemény igen. volt. Igen. Hát a új darab, a Csillag és Lilium darabra készülünk. Ez volt a legelső darab, az legelső téma, amivel elkezdtem írni. Tehát gyakorlatilag... Emlékszem még valamikor, 1990
Igen. Most. De még 2005 volt. Talán a legelső könyvbe, a legelső antológiák egyikébe, vagy az elsőbe, vagy a másodikba jelent meg a Margit. Akkor még Margit címmel. Igen, a Margit címmel, és akkor csak egy része volt ennek a történetnek. Azt hiszem, olyan kincsre találtunk, amit nem is értek, hogy nincs benne a kulturális köztudatban, vagy egyáltalán a köztudatunkban. Olyan csodára találtunk ezzel a témával, ami engem folyamatosan megdöbbent. Tehát az nagyon furcsa, hogy egy népet majdnem kiirtottak, és amikor ez majdnem megtörtént, akkor történt egy felajánlás, hogyha megmenekül az ország, akkor a születendő új, a királynak az új lányát, azt Istennek ajánlják, és ezt az ég elfogadta, és Magyarország újra élhet. Tehát ugye most történelme csak azért, hogy időben helyezzük el, tehát ez Tatárjárás, IV. Béla és lánya így Margit. Így van, a Margitnak a története. Margit. És olyan fantasztikus a történet, hogy tehát nem kellett semmit, de nem kellett különösebben hozzányúlni a történethez, mert önmagába hátborzongató és gyönyörű maga a történet. Elképesztően sokat beszél az emberről, és az embernek a világhoz, a hatalomhoz való viszonyáról, a embernek az Istenhez való viszonyáról alapvetően, a Isten hitünkről. Olyan dolgokra kérdeztem rá, én magam is egy végig a darab kapcsán, nyilvánvalóan, amikor az ember ír, akkor végig kérdéseket tesz föl, és azokra a kérdésekre keresi a választ, és katartikus volt valamilyen szinten ezt a darabot megcsinálni. Ez a darab a csodákról beszél. Tehát ez arról beszél, ez nem a darab. A darab az teszi a dolgát úgy, ahogy nekem lehetőségem van. Hát maga az a történelmi szituáció, amiben ez az egész... De maga a történet, az maga a történet kiabál, és tárjálink a csodát. Nekünk közösen van egy olyan csodánk, akit Szent Margitnak hívnak. És ez a Szent Margit, ez azért jött ide hozzánk, hogy védelmet adjon. És az ő koposója, tudjuk, hogy sehol nincs, az ő koposója szét van verve, az ő csontjai sehol nincsenek, együtt nincsenek, hanem itt is van belőle, meg ott is van belőle. És valahogy az ország is úgy néz ki, hogy szét van darabolva, itt is van belőle, meg ott is van belőle, már a nemzet testéből. És ennek a kettőnek a párhuzama is szinte hátborzongató. És az, hogy mégis vagyunk, az is egy nagyon... nagyon, nagyon izgalmas kérdés ebből a szemszögből. Ezt végig kérdezve, hogy akkor tényleg működött itt valami köztünk és az Isten között. Tehát gyakorlatilag ugye, bár még picit szerettem volna a balatoni élményekről beszélni, csak közben, ugye leragadtunk itt a Margit, illetve hát akkor Csillag és Lélium, mert ugye, tehát ott már az olvasó próbákat kezdtétek el, vagy még csak ott ismerkedtek a színház tagjai hát a dolgokkal? Hát nagy ijedelemmel mentem oda, mert hogy odaadtam egy darabot egy olyan embernek, akit én nagyon sokra tartok a szakmában, és azt mondta, hogy nagyon nagy költő vagyok, de hogy fog ez működni színpadon? És ezzel a kérdéssel mentem oda, hogy fog ez működni színpadon. Hát éjjel-nappal próbáltunk, nagyon gyönyörű helyen, és külön minden egyes figurával, minden egyes szituációval, minden egyes sorssal. Fantasztikus sorsok vannak magában a történetben. Fantasztikus Bélának a sorsa. Nem használom ezt a szót többet, tehát nagyon érdekes. Bélának amikor az ember eljut a végpontra, a
amikor mindent elveszít. Egy király, aki mindent elveszít. A Lír királynak van ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes párhuzam. De Ildikó, tehát ugye gyakorlatilag itt van ugye egy nagy király, azt mondjuk, mert végül is, tehát a tatárjárás után ő építette újra az országot. Igen. Tehát neki, tehát akkor gondolom a darabodban is jelentős szerepe van. Tudom, hogy ez így szerzőtől megkérdezni, hogy most akkor ugyan meséld már el, hogy miről szól ez a darab. Tehát gondolom egy kis cselekményvász csak van, mindamellett ugyan, hogy nagy karakterek, meghatározó személyiségek, nagy lélektani mélységek, magasságok biztos előfordulnak, megjelennek ebben a darabban. Nagy-nagy, gondolom, kérdések is tehát, mert ugye egy uralkodónál, tehát azért ő egy olyan személyiség, ahol mindig nagy kérdések, nagyon nagy kérdések, nemzet kérdései kerülnek elő, esetleg magánélet konfliktusai, tehát hogy akkor ő a lányát, Margitot felajánlotta a Jóistennek. Hogy? Ja. Kis cselekményváz, miről szól tulajdonképpen ez a darab? Ez a darab Margit a tatárjárás annak a pontján kezdődik, amikor minden elveszett. Minden ember életében vannak ilyen nagyon-nagyon mély pontok, amikor úgy érzi, Tehát múhi után kezdődik. Amikor kicsúszik a lába alól a talaj. Na, ha valakinek, akkor Bélának kicsúszott a lába alól a talaj, hogy ilyen finoman fogalmazzak, királyként menekül, mert a nyomában vannak a tatárok. A tatárokról tudni kell, hogy ők kifejezetten akkor érezték befejezve a harcot, hogyha a vezért alázták meg. Azzal volt totálisan egy nép megalázva. Tehát ott kellett a királyi vér ahhoz, hogy az ő győzelmük végre, és ők üldözték végig egészen Dalmáciáig, sőt, ostromolták azokat a várakat, ahol azt gondolták, hogy ott van Bél. Tehát gyakorlatilag, mint egy vadállat, akit végig üldöznek, és se országa, családját nyilván nem, a családjával együtt menekült, mert próbálta menteni őket azáltal, hogy ketten meneküljenek. És tehát azon a ponton kezdődik a darab, amikor semmilyen nincs biztonságban. Két gyereke hal meg, elveszti az országát, és semmilyen nem marad. És akkor ilyen állapotokban az embernek egy kicsit úgy megáll az idő. Megáll az idő, és ilyen állapotban általában az ember azért föl szokott kérdezni az Istenre. És ebben a nagyon mély állapotban azt mondja az Istennek Béla, hogy semmim sincs, semmim. De király se vagyok, még ember se nagyon vagyok. Mert üldöznek, mert senki vagyok. Van egy gyerek, aki születni fog, akiről nem tudom, hogy ki az. Legyen a tiéd, és legyen védett az ország, legyen védett a nemzet. Ezzel itt vége is van a dolognak, és a kérdés az, hogy erre mit válaszol az ég? Hogy válaszol egyáltalán? Van-e válasza erre a helyzetre, erre a dologra az égnek? Van-e kommunikáció ember és Isten között? Helyzetek és Isten között? Amikor valaki nagyon mélyen van, akkor van-e bármi kapaszkodója? Vagy hülyeség az egész? És válaszolt az ég. Margit megszerültése után 2 hónappal kitakarodottak a tatárok. És akkor ez a kérdése a darabnak. És Béla ugye apa is, király is, és hát nagyon erősen fölvetődik benne, hogy ő egy áldozatot mutatott be a gyerekével kapcsolatban. Egy áldozat is. És hát már most már minden rendbe jött. Újra király lett. Margit kolostorban van, de abba korba folytatódik a dolog, amikor férhez akarja adni Ottokárnak. Kérdés az, hogy ez hogy kinek milyen választ asszociál. Tehát hogy lehet egy ilyen helyzetben, mik a válaszok, a sors válaszai, az emberi sorsoknak mik a kimenetelei egy ilyen kérdésnél, hogy akkor most mi van? Hát én egyszerűen az életet akarja visszaadni Margitnak. Ja. Vissza akarja adni azt, amit úgy gondolja, hogy elvett tőle. Ezzel folytatódik a történet,
és egész Margit halálával zárul. Mert ott van vége a történetnek. A gyönyörű a dologban az, hogy Margit ugye január 18-án született, és január 27-én halt meg, ha összeadjuk, mind a kettő 9-es, de ugyanabban a hónapban. Na most a népi hagyományaink, a mi magyar népi hagyományaink azt mondják, ezzel is hangzik a darabban, hogy aki abban a hónapban, vagy azon a napon hal meg, amiben született, azt az Isten nagyon szereti. Nekünk ebben a Margit történetben nagyon-nagyon-nagyon sok a válasz, meg a csoda, a párbeszéd a két világ között. És nagyon erősen beszél arról, hogy vajon csak annyiak vagyunk-e, amennyit látszik belőlünk. Azokkal a valóban úgy van-e, ahogy nekünk iskolában tanították, nekem legalábbis annak idején még, hogy tudományos, tehát a lét határozza meg a tudatot, meg az anyag, amit látunk, az van, és amit nem látunk, az nincs. Hát ezek, hogyha az ember él, egészen végig kérdései maradnak, mert ha máskor nem, a halálos ágyán mindenki elkezd gondolkodni arról, hogy vajon mi lesz tovább. Tehát ott se egy zuhanó repülőgépen nem sok ateista marad a végén. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy örök kérdés. Ez a beszédnek a lehet. És megfejelve azzal ezt a történetet, hogy jó, van egy ilyen kérdés, hogy akkor most mi van a transzcendenssel, azzal, hogy mi van nekünk, és az mennyire van benne a köztudatban, hogy nekünk mi van. Tehát a nemzetnek, magának mi van? Hát azt hiszem, hogy erről órákat lehetne beszélni, hogy a nemzet tudatban, tehát a nemzet minden egyes tagjának mi is hogyan marad meg a történelmünkből, nagyjainkból, hogy egyáltalán a történelmünk mélyén húzódó nagyon-nagyon sokféle esemény, szál, fonal, hiszen hihetetlen összefonódások és sok-sokféle érdek, szál fűződik egy-egy eseményhez, tehát ez igazából, tehát azt szokták mondani, azt hiszem már ezen a helyen is elmondtam egyszer, hogy Magyarországon a történelem visszafele változik, tehát sok minden megváltozik érdekes módon, de azt gondolom, hogy talán ilyen távlatokból már talán nem. De érdekelne engem az is, hogy tulajdonképpen te erre a témára hogyan akadtál rá? Tehát mit olvastál? Olvastad esetleg Kodolányi Boldog Margitját, vagy pedig a Magyar Szentek életéből, mert azért, hát most ugye a riporterből csak előjön, hogy tehát mi az a valóság maga, mire építettél? Tehát miből tudtad ezt így kibontani? Hát a Kodolányi Boldog Margitját is olvastam, a Gárdonyi Gézának az Isten rabját is, meg hát a korabeli Ráksai Lea írásokat is olvastam. Ezeket mindegyiket külön időszakban. És emlékszem, hogy a legelső pillanattól megfogott az, mert az a szenvedély, ami ebbe azokból a történetekből kiabál, az azért lehengerlő. Tehát olyan erővel felvállalni egy feladatot, amilyen erővel, ez egy nagyon szép nő egyébként, a Margit, állítólag egy tökéletes szépség volt, és az Ottokár herceg rögtön bele is szeretett, amikor meglátta. Nem herceg, király, bocsánat. A cseh király, az Ottokár. Óriási szenvedéllyel ragaszkodott a saját feladatához, a saját küldetéséhez. Tehát olyan lehengerlő és megfellebbezhetetlen módon, ami hogyha az ember olvassa, úgy néz. Hát az ember úgy akar dolgokat, meg szeret dolgokat, de ez mindenen túl van. Tehát ő így is nevelkedett ebben a szellemben, nevelték őt pici korától. Nem, hát azt azért nem mondanám. Nem, tehát a döbbenetes a történetben az, tehát, hogy jön, tehát, hogy az, hogy Margit csodákkal igen. Született. Tehát ő 3 éves korában már jövendőlt, sorsokat látott, eseményeket látott előre, azt mondja ugye a Szenti Avatásának a jegyzőkönyvében is benne van, hogy a napot meg tudta állítani az égen, tehát itt befolyásolni tudott dolgokat. Dunából vizet tudott árasztani, ezt gyerekkorában tette meg többször. Azt pedig
ők kolostor rendtársai mesélik róla, hogy ima közben olyan fény áradt magából a testéből, ami nem evilági, vagy nem földi volt. Én meg elhiszem, tehát én meg ebből indultam ki. Megengedem ezt a csodát, igazolva látom magából a történetből. És én ezt a csodát akarom, hogy minél többen észrevegyék majd azok, akik megtisztelnek bennünket, és eljönnek, és megnézik, mert ezek azok a csodák, amik fölnyitják, kinyitják a lelkünket, amik miatt érdemes fölvállalni a nagyon nehéz helyzeteket, a nagyon kemény helyzeteket. Ha az ember képes csak megengedni, nem elfogadni vagy hinni, de ha képes megengedni a csodáknak a lehetőségét, akkor kinyílik az élete. Olyan gyönyörű távlatokat lát meg, ami már nem, hogy vagy van, vagy nincs vergődés, hanem attól több. És ebben a történetben benne van. Ezt a csodát, ugye van egy társulatod, hogy látod, tehát ők mennyire, mert azért, hogy amatőr társulatról van szó, nem hivatásos színművészekről, hogy tudják ők ezt átvenni, befogadni, és utána visszaadni? Hát először is itt már 2002-től 14 éve játszik ez a társulatnak a nagy része. A szakmát meg lehet tanulni az én megítélésem szerint 5 év alatt, de lehet, hogy kevesebb idő alatt is, 3-4 év alatt. Én nem mondom, hogy mindenki, de a társulatból nagyon sokan profi szinten játszanak, hála jó Istennek. És ezt nem én mondom, mert én elfogult vagyok, és én nyilván nagyon szeretem azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom, hanem hát visszaigazolásként, amikor Hajdú Szoboszlón fölléptek, éppen nem is voltam jelen a Kukás Gorúval, akkor is elhangzott az, hogy ezek nem profi társulatok. Most legutoljára Érseményben hangzott el ugyanez a, illetve nem profi, hát nem, tehát nem amatőr szintű az előadás. Ugyanezt most legutoljára a Legenda kapcsán mondták el a társulatról. És én azt gondolom, hogy nem könnyű a feladat, mert nagyon összetettek a karakterek, a sorsok, és nagyon sok mindent kell tudni. Legendánál is beszéltünk erről, de itt is. Tehát ugye az a tragédia az picit másabb, mint a... Igen, nem mondanám ezt, mert ez ijesztő. Ez egy zenés történelmi játék lesz a csodáról. És nem igazán, valóban a tragédia mélypontján kezdődik, de a tragédiában az van, hogy valahol elkezdődik, és aztán lemegy a mélybe. Itt a mélyből kezdünk, ez egy fordított tragédia, hogyha lehet ezt mondani. Én azt gondolom, tehát ez a mélyből kezdődik, nem fél szembenézni a legnagyobb mélységgel, és onnan indul, és remélem, hogy azok a zenék, meg azok a dalok, amik benne vannak, azok még inkább meg fogják emelni ezt a történetet. A színészek pedig... Főbb szerepet, bocsánat, kíváncsi vagyok. Margitot, Bélát, gondolom, igen. Otokár. Nagyon... Még nem végleges. Hajdusz, igen, nagyon-nagyon-nagyon szépen játszik minden szerepet Tímea. Margitként is fantasztikus... Mária királynőként, gyönyörű, Ottokárként, döbbenetes, hogy Ottokárként, bocsánat, olimpiádészként, döbbenetes. Tehát mind a három szerepben csodát látnánk tőle. Én a Margitban gondolkodom vele kapcsolatban. A Ottokár a Nagy Robi játsza. Van egy gyóntató papa, Csiki László játsza. Van, nagyon izgalmas női sorsok vannak benne, a két lány, az Ilona és az Erzsébet, Margitnak rendtársai voltak, két teljesen különböző gondolkodású, különböző mentalitású
nőről van szó, Kanda Zsuzsa, az Erzsébet és a Csiki, kis Csiki Bori, a Ilona, aki egy szintén önmagában is egy nagyon, nagyon érdekes jelenség, mint karakter. Olimpiádész önmagában is kihívás, Pók Évát visszakapjuk, nagy reményeink vannak arra, hogy ő fogja tudni csinálni a Csiki Lászlóné, a Boré, egy nagyon izgalmas szerepet fog alakítani, gyakorlatilag egy olyan lányt, aki a magának a tatárjárásnak az áldozata lett, és aki a kolostorban maradt, mert nem bírta földolgozni azokat az eseményeket, amik vele történtek a tatárjárás alatt, és az ő belső letisztulásának a csodáját végigkísérheti a darab, ahogy és a neve is Emese, olyan, mintha a magyarság magját vele együtt gyógyítaná meg ez az egész történet. Legalábbis remélem, hogy ez át fog jönni. Erikó, kíváncsiskodás tovább. Mikorra várható, hogy ez színpadra érik? Nagyon szeretnénk, hogyha pont azon a napon kerülne bemutatásra, amivel a párhuzamáról beszéltünk. Tehát a január... hogy nem valószínű, tehát városnapjára beszéltük, de olyan sok díszletnek, jelmeznek, zenének el kell, a stúdiófelvételeknek el kell készülni, az, és nagyon összetettek a szerepek. Tehát nagyon komolyan dolgoznunk kell egyetlen percért is. És dolgozunk is rajta. Még nagyon fontos a Béla királynak a szerepe. Igen, az kimaradt. Szinte a főszerep Béla király. A Simon Gyuri. A Hajdú Dorogi vendégművész. A Hajdú Dorogi vendégművész az egyik szerepben, és hát ígéretünk van rá, hogy maga Szolát Tibor lesz a másik szereposztásunk, illetve hát most teljesen mindegy, hogy ki az első és ki a második, és hát ő, mint politikus, ennek a nagyon nagy szabású politikusnak a szerepében, aki poklot mennyet megjárt, amikor senki volt, és nagyon nagy ember volt, amikor újra hatalma volt, és apaként kellett szembesülnie dolgokkal. Hát nagyon izgalmas, és nagyon sokat kell tudni annak a színésznek, az emberekről, helyzetekről, sorsokról, aki ezt autentikusan színpadra viszi. Édik, akkor azt gondolom, hogy szorgos hetek, hónapok állnak még előttetek. Hát akkor számíthatunk arra, hogy körülbelül jövő év... Június 4-én az összetartozás napja elég méltó, de tehát azt gondolom, hogy a párhuzam miatt messze van ugyan. De lehet, hogy hamarabb találunk hozzá időpontot. Minden esetre a két dolog közötti párhuzam az egy szép dolog lenne, hogyha akkor is, vagy akkor kerülne bemutatásra. Tehát akkor készültök gőzerővel, és hát gondolom azért egy-két fellépés még más darabokkal. Azt kell tudni, hogy senkit nem érdekel, hogy mi hány próbát tartunk egy héten, és hogy hány fellépésünk van, hanem hogyha bejön és megtisztel bennünket azzal, hogy megnéz, akkor azt várja, hogy színház élményt kapjon. És nekünk az egy heti két óránk, másfél óránk, két óránk, időnként két és fél óránk, meg néha több is. Hát bizony, az egy nagyon kemény, kevés ahhoz, hogy minőségi munkát csináljunk, és úgy most is olyat csinálunk, hogy egész hétvégét együtt töltjük azért, hogy haladjon a dolog, és hogy tudunk intenzívebben dolgozni. Hát miután folyamatosan állandóan, mióta a társulat együtt van, állandóan léceket ugrunk át, amit mi teszünk föl magunknak, ez is egy léc, amit át kell, hogy ugorjunk, úgyhogy dolgozunk rajta. Hát, mint ahogy az elején kezdtem, hogy ez a művészeti nevelésnek egy sajátos válfaja tulajdonképpen, tehát egyrészt saját magatok, akik a színházban dolgoztok, és hát az a, én nyugodtan kimondom, hogy az a művészi élmény,
amit ti közvetítetek bármilyen darabotokkal, én azt gondolom, hogy az nagyvárosokban, nagyvárosok nagy színpadain is megállná a helyét, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jótékony hatású tud lenni itt egy ilyen kisvárosban, hiszen azért sok előadásotok volt itthon is, és hát azért a híretek is megy, tehát én láttam, hogy azért már az interneten is terjednek a szövegkönyvek, más amatőr színpadok is felhasználják a darabjaitokat, tehát én azt gondolom, hogy egyre ismertebb a hajdunállási Nanál Színház, és vezetője Marti Ildikó, de nem csak vezetője, hanem színházi szerzője is, Ildikó. Hát akkor nagyon jó munkát kívánok nektek az elkövetkezendő hónapokra, és talán júniusnál, talán előbb is be tudjátok. Nagyon hálásak vagyunk hajdunállásnak egyébként folyamatosan azért, hogy támogat bennünket, és hogy ott, hogy nézőtéren ott vannak, velünk vannak, és ez mióta megvagyunk. Ez 14 éve ez azért. Ez így telt el, és enélkül nem is tudtunk volna létezni. Tehát gyakorlatilag ez azon van múlott. Van a belső és a külső erő. Azon múlott azokon az embereken, több ilyen ember volt, aki folyamatosan mindig ott volt velünk, és a hajdunálás. És támogatta. Ildikó, főleg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.